Hazai szempontból nem indult jól a mérkőzés, hiszen csak a 10. percben vették be először a vendégcsapat kapuját. A legnagyobb különbség 10-2-nél volt az ellenfél javára, még az első félidőben. Fordulás után sikerült csökkenteni a hátrányt, sőt a vége előtt 2,5 perccel már döntetlen volt az állás. Végül mégis a fehérben játszó csurgóiak nyertek 26-25-re. Nincs miért bánkodnunk. Én maximálisan büszke vagyok a csapatomra, hogy tényleg így oda tette magát, egy ilyen hátrányból visszahozta a mérkőzést. Tényleg a szívüket, lelküket kitették a pályára. De hát mit is csinálhattak volna tényleg ilyen nagyszerű közönség előtt. Az utolsó meccsen 4 játékostól búcsúzott a szurkolótábor. Radoslav Antl, Andrei Petro, Igor Radojevic és a kapus Rihás Tohl utoljára játszott egri színekben. Hajtunk végig, szerintem muszáj volt terceni a meccs szurkolóknak, embereknek, akik jönnek, és erre nagyon örülök, hogy szerintem legnagyobb örülök, hogy ennyire járnak a meccsen. Az egriek csapatkapitánya elmondta, nehéz lesz pótolni a távozó játékosokat. Átveszik általában a helyüket, akik jönnek. Remélem, hogy így lesz, mert jó lenne az egri kézilabdának, de mint személy szerint azt mondom, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz őket pótolni, és nagyon-nagyon fáj, hogy elmentek. Sok harcot megéltünk együtt. Az Egeres BS Eszterházi csak úgy, mint a 2016-17-es szezonban, ezúttal is a 9. helyen zárta a bajnokságot. Az NB1-ből a két utolsó, a Vác és az Orosháza esett ki.